Nyáron, ha tehetjük, a legtöbb időt a szabadban töltjük, de nem csak a napozni vágyóknak kell vigyázni a napsugarakkal. A megfelelő fényvédelemről ma már könnyedén tájékozódhatunk, többek között erről is fogunk beszélgetni Hajnival. Szia, Hajni! Szia, Andi! Mi a következménye annak, hogyha nem figyelünk a megfelelő fényvédelemre? Fontos leszögezni, hogy annak ellenére, hogy számtalan tévhitet meg riogatást olvasunk a neten, vagy szembe jön velünk, a napfénynek jótékony hatása van, tehát hogy nem jó az, hogyha teljesen elzárkózunk ettől. Lehetnek káros hatásai is a napsugárnak, de rengeteg segítségünk van arra, hogy védjük a bőrünket, tehát különféle napvédőszerekkel ezt megtehetjük, és megfelelő ruházattal is. Szokták emlegetni a bőrgyógyászok ezt a 11 óra és 3 óra között ne menjünk a napra. Ez valóban így van, érdemes ezt szem előtt tartani, de arra is érdemes odafigyelni, hogy egy nyári napon már akár 9 órakor is erős lehet a napsugárzás. A leégésnek lehet egy olyan következménye, hogy elindíthat rákos folyamatokat, ugye a melanómát szoktuk emlegetni, a bőrrel egyik legsúlyosabb formáját. Hát ezzel mi magunk is tehetünk, akár önvizsgálattal. Érdemes nézegetni az anyajegyeinket, és a bőrgyógyászok azt szokták hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül azzal az anyajegyen van gond, ami már 20 éve ott van a bőrünkön, hanem hogyha megjelennek újak és esetleg szabálytalan szélekkel, akkor az mindenképpen gyanúra adhat okot. És érdemes elmenni rendszeresen orvosi vizsgálatra is, ahol kiszűrhetik a káros anyajegyeket. Csak nyáron érdemes odafigyelni a fényvédelemre? Télen is lehetünk olyan helyzetben, gondoljunk téli sportokra, ahol igenis érdemes védeni a bőrünket, de egy sima téli napon is érdemes azért az arcunkat védeni, az arcbőrünket, mert sokkal sérülékenyebb. Honnan tudunk átfogó, hiteles információt kapni a témában? Szerencsére ma már nagyon sok olyan egészségügyi oldal van, ahol a témában bőven olvashatunk. Itt érdemes odafigyelni arra, hogyha egy bőrgyógyász vagy tehát több bőrgyógyász megszólal az adott cikkben, akkor annak valóban elhihetjük, hogy azok az állítások, amiket ott olvashatunk, azok teljesen hitelesek. Mennyire van szükség ilyen átfogó oldalakra? Abszolút van rá igény, ugyanis naponta találkozunk olyan tévhitekkel a napozással kapcsolatban is, ami még mindig ijesztő és hihetetlen, hogy milyen mértékben tudnak ezek terjedni, így a közösségi oldalaknak köszönhetően is. Számos olyan anyagot lehet találni egy ilyen oldalon, ami a segítségünkre lehet, és amiből tájékozódhatunk. Lehetnek olyan lehetőségek is ezeken az oldalakon, ahol magától a bőrgyógyásztól lehet kérdezni, és választ kapok ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is!